Gyalog vagyok címmel nyílt meg az Ifjúsági Ház soron következő kiállítása. A művészetpártoló közönség Engel Zoltán amatőr szigetszentmiklósi festőműveit tekintetik meg. A 98 alkotást bemutató tárlat már a megnyitón is sok érdeklődőt vonzott. A teltházas eseményt Nádasdy András grafikus nyitotta meg. A festmények főként forostlemezre, kemény papírra és fára készültek, de akad egy-két vászonkép is. Engel Zoltán már gyermekkora óta foglalkozik rajzolással. A festészet iránti elhivatottságát egy szép művészeti múzeumban tett látogatásnak köszönheti, ahol megismerkedhetett Csontváry Koszka Tivadar néhány alkotásával. A képek nagysága és a színek kompozíciója lenyűgözték őt. 1964-ben még történt egy olyan kis esemény, ami nekem egy olyan lökést adott ebbe az egészben. Aszfaltrajz verseny volt, és Kocsis László művész úr akkor működtetett egy szakkört gyártelepen az akkori művelődési házban, és megnézte ezeket a kis süket kis valamiket ott az aszfalton, és azt mondta nekem, hogy gyere be, megnézem a rajzaidat, és akkor elmentem hozzá, és ott rajzolgattam, de nem sokáig. Akkor abba hagytam, mert megsértődtem egy kis apróság miatt. A lényeg, hogy aztán utána elkezdtem rajzolgatni, próbáltam pályázatokon is részt venni, de ott nem sok sikerrel, megköszönték, hogy hozzájárultam a sikerhez, a pályázat sikeréhez, de aztán abban maradtak a dolgaim. Az egy szomorú dolog, mert mindig a másik az volt az érzésem, hogy a széllel szembe járok, és nem volt hátszél sose, ami rásegített volna a dolgokra, mert annélkül nem működik semmi, és most, hogy ez a lehetőségem van, azt hiszem, hogy ez úgy mondanám, egy kis hátszelet nekem biztosít. A tárlat címe Engel Zoltán személyes érzéseire utal, a magányt és a kiszolgáltatottságot fejezi ki. Ugyanakkor számára az élet egy sakjátszma is, melyet gyakran kell gyalogosként magányosan megvívnunk. A gyalogos a közlekedés legsérülékenyebb szereplője, a saktáblán pedig a leginkább nélkülözhető figura. Ám a sebezhetőség ellenére mozgékonnyá is válunk gyalogosan, hiszen olyan ösvényeken is végighaladhatunk, melyek máshogy nem közelíthetők meg. Egyre inkább egyedül érzi az ember magát, és úgymond gyalogosnak. Aki átmegy a zebrán, sajnos benne van az, hogy egy autó elüti. Tehát, hogy mondjam, a gyalogosokra jobban oda kellene figyelni. Hát azt mondanám, ez tendencia egyre inkább, hogy tehát az egyedüllét. Na most az, hogy vannak az ember mellett, tehát a családja és a családján kívül barátok is vannak, az viszont egy nagyon jó dolog. Bár ott is problémák vannak. Én nem vagyok vallásos ember, de mélyen tisztelem a vallásos embereket, és a hit az olyan dolog, hogy az mindenki benne kell, hogy legyen. Mert hogyha nem hisz semmibe, akkor az egy nagyon szomorú dolog, és a hit az, hogy mondjam, de az megrendülhet bármikor, mert nagyon könnyű elbukni. Hát a gyalogos bukhat el a legkönnyebben. Nyilván, hogy autóba ülök, az halad, gyorsan halad, és talán időbe ér, de a gyalogos az nem biztos. A miklósi művész mindig akkor ragad ecsetet, amikor különleges, szokatlan és új benyomások érik. Ez lehet egy külföldi út, ahol új viselkedésformák, tájak tárulnak a szem elé. A látottakat pedig mindig emlékezetből örökíti meg. Amikor kint dolgoztam Ausztriában, Németországban, és láttam azt, meg éreztem, hogy ez egy teljesen más világ. Most nem azt mondom, hogy szebb, mert nálunk is vannak nagyon sok szép dolgok, de mintha ők ezt jobban megbecsülnék, a szépséget, és az emberek között is például egy adott szó, az nagy dolog, a szent dolog. Nem beszélve a magántulajdonról, vagy a személyi tulajdonról, és hogy tiszteletben tartják a másikat, mert nem az a lényeg, hogy most nekem mennyi van, hanem inkább arra törekednek, hogy annak a másiknak is legyen valamilyen. Ez nálunk sajnos ma nem hiszem, hogy úgy működik, ahogy kellene. Az a gondom ezekkel a festésekkel, hogy rettenetesen ideges vagyok közben, olyan nyughatatlan, és nem tudom miért lett, mint olyan dili jönne rám, amikor festem a képeimet, és beszélgettem már így művésztársakkal, kollégákkal, és azt mondták, hogy ez az alkotásnak a úgymond velejárója, mert hogyha nem vagy ideges, meg nem
hergeled magad, akkor nyilván nem festesz. Tehát végül is utána meg megnyugszom. De akkor kap igazándiból el az idegesség, amikor órákon keresztül csinálgatom, azt nem akar kialakulni. Szabadíts meg a gonosztól, amiben benne van az, hogy mindenkiben benne van a gonosz. És most vagy meg tudok tőle szabadulni, vagy nem. Alul próbáltam visszatükrözni, hát egy apostol lenne. Na most, ha ez nem működik ez a dolog, akkor sajnos én úgy érzem, hogy a kereszt az el fog dőlni. Tehát, hogyha nem tudunk megszabadulni a gonosztól. Michelangelo-t tartom a legnagyobb művésznek, akit valaha a föld a hátán hordott, mert olyan csodálatos dolgokat csinált, ami hát annál szebb nincs. Ő nekem egy isten, én úgy mondanám, és akkor utána következnek szintén a nagyok, tehát természetesen mindenki más. Én neki a szobrait szoktam rajzolni, a szobrairól csinálok rajzokat, és például egy ilyen Mária fej, vagy egy Krisztus fej, az egy olyan csodálatos, amit ő létrehozott, ez annál nincs szebb. És ez dopingol nekem. Nekem az ő élet regénye, azt elolvastam talán 3-4-szer, az nekem a Bibliám. A Mária fej fönt, az a Pieta című szobráról van, és a Krisztus, aki a zölébe fekszik, az ő neki a feje. Ez nekem olyan sokat mondott, amikor megláttam, úgy éreztem, ezt le kell rajzolnom. A művész nagyon kedves visszatérő témája, mivel nem igényel magyarázatot. A tájakat leginkább emberábrázolás nélkül festi meg, mely az érintetlen természetre utal, ahol az ember még nem tett kárt semmiben. Táj az önmagában szép, egy fa önmagában szép, hogyha ugye nem csonkítjuk meg, és ezek azért visszatéregetnek. Na most egy kicsikét arról, hogy kaptam egy olyan kritikát, hogy a színeim erősek. A benyomások azok mindig erősek. Lehet, hogy kellene egy kicsit tompítani őket, de hogyha tompítanám, akkor nem az én benyomásaim. Tehát azért van valóban egy-két kép, amin erős színek vannak. Nem hiszem, hogy tompítani fogok rajta. Az, hogy másképp fogom megfesteni magát a táját, az elképzelhető. De a színek erősek maradnak, mert úgy érzem, hogy ez vagyok én. Ezek az évszakok. De ezek a fák, amire festettem őket, szintén olyan, hát szerintem több mint 100 évesek. Ez egy régi ágynak a keretébe volt betét. De annyira le volt pusztulva, már szújárat, szuette majdnem szétesett, és én megpróbáltam menteni ezeket a rámákat, és ebbe festettem a képeket, illetve hát a tájakat. Engel Zoltán soha nem lett hivatásos művész, élete során sok akadályba ütközött, mely nem segítette a pályafutását. Első kiállítását most az Ifjúsági Házban nyitotta meg, melyet nagy lehetőségnek tekint. Hogy őszinteleg nem volt önbizalmam. És ugye mivel, hogy nem jártam úgymond művészkörökben, nem is kaptam biztatást.
A családom az mindig biztatott, ők lögdöstek is, de valahogy én mindig megbotlottam, meg sajnos ebben az egészben úgy érzem, hogy benne van az is, hogy most én nem azt mondom, hogy senki vagyok ilyen értelemben, tehát a művészpályán, de nálam nagyobb nevű művészek is, csodálatos emberek nem tudnak érvényesülni. És itt kezdődik az, hogy itt azért egy kicsit baj van az értékítéletekkel is, legalábbis úgy érzem. Tehát én nem azt mondom, hogy ezek hú, de milyen képek, de valamilyen szinten értéket képviselnek. Na viszont, hogyha nincs rá kereslet, vagy azért, mert nincs rá pénz, vagy azért, mert ugye az emberek teljesen másképp vannak nevelve, meg formálva, akkor szóval nagyon nehéz ez. Van egy olyan képem, ami arról szól, hogy egy ilyen requiem a földművesekért, mert a földműveseket, akik élelmet, gyümölcsöt termelnek és gyakorlatilag kiszolgálnának bennünket, azokat most nagyon-nagyon földbe verték, taposták. Lehet, hogy rosszul fogalmaztam meg, lehet, hogy nem így kellett volna, de szinte az ember elsírja magát, hogyha rájuk gondol az, hogy egyszerűen nem tudnak létezni azok az emberek, akik nélkül nem tudunk létezni. És pont azokat kellett erre a sorsra juttatni, ezt egy nagyon szomorú dolognak tartom. Az áhítat, ami arról szól, hogy ugye a régi korban az emberi testet nem igazán lehetett ábrázolni, és így visszatérve Michelangelo-ra, ő volt az az ember, aki a testet és a magát az embert úgy ábrázolta, ahogy valójában kinéz. És itt két pap esetleg erre rácsodálkozik. Hát nyilván abban a korban azért ez nem volt egyszerű dolog, de talán onnan kezdődne az ember ábrázolásnak a realitása. Én most úgy érzem, hogy próbálkozok, mert kaptam jó értelembe vett kritikákat is, Szabó Béla művész úrtól, ő is itt volt, és ő elmondta azt, hogy nem lenne ezekkel a dolgokkal semmi baj, csak én sokat akarok egyszerre. Tehát sok témába sokat viszek bele. Hogyha kevesebbet vinnék, azt jobban kihozna az egészet, és ez így is van, és ezt most érzem. Ami viszont azt hiszem, hogy talán átjön az embereknek, hogy nem kell különösebb magyarázatot fűzni hozzá, hogy végül is én mit akarok. Mert, és itt megint a színek egy kicsit, hogy azért is erősebbek a színek, mert tehát az impresszió, a benyomás az olyan erős, mert amikor az embernek a szemébe süt a nap, akkor azt érzi, hogy elvakítja, de szinte csodálatos dolognak tartja a fényt, ami jön. Egy nagyon kedves dolog, szintén ez rokonom volt, aki eljött nagyon messziről, és nézegette a képeimet, de nem találkozunk vele, hát nem láttam, Isten tudja mióta. Ő eljött, és azt mondta, Zoli, hát szeretnék vásárolni képet. Na de hát mondom, Marikának hívják, itt nem erről szól az egész, hogy te, aki veszed, neked csinálni fogok egy képet. És ez egy olyan úgy szíven ütött, hogy ő, aki ugye akárhonnan eljön ide, és neki nagyon tetszett, és mindjárt vásárolni akar a képet. Tehát nem arról van itt szó, és főleg neki, hát természetesen csinálok egy képet majd, hogyha találkozunk még, mert ez se egyszerű dolog. Így átnézegetve a képeimet most, ezeket régen festettem, vannak újak is, de a lényeg az, hogy mindig találok valamit rajta, ami vagy tetszik, vagy nem. És ami valamikor nem tetszett, az most tetszik, vagy fordítva. Szóval ez érdekes dolog. Be vannak fejezve, de nem tudom, szóval ez érdekes. Mindig alakítana rajta, hogy múlik az idő? Van, amin nem, de sok van, amin igen. De lehet, hogy elrontanám.
mert ezt megint visszatérve a Szabó Béla művész úrra, ő azt mondta, hogy hát nem biztos, hogy, az, hogy ez nincs kész. Tehát ezek a kétségek azért mindenkiben benne vannak, hogy tehát jó az, amit csinálok, vagy nem. És, de viszont az se jó, hogy az ember állandóan kételkedik ebbe a dologba, mert akkor gyakorlatilag nem tud előre lépni. A képeladás mindig vegyes érzésekkel tölti el a művészt, hiszen egyfelől örömmel fogadja az emberek tetszését, másfelől sajnálja is, ha meg kell válnia egy munkájától, melyhez számos emléke fűződik. Engel Zoltán a nyugdíjas éveit a festészetnek kívánja szentelni, a kiállítástól pedig azt várja, hogy felkelti a közönség érdeklődését a képei iránt.